Sziasztok! A mostani rövid bejelentkezésünkben egy a csatornára hamarosan felkerülő elméleti fizika témával kapcsolatos videó pároshoz kapcsolódóan osztunk meg veletek pár gondolatot. Ugye amikor azt mondom, hogy elméleti fizika, akkor nem kell megijedni, hiszen ez nem egy száraz, úgymond képletlevezetős típusú videópáros lesz, hanem sokkal inkább egy picikét alaposabb, ismeretterjesztő anyag. Ugye az elméleti fizikán belül az alapvető kölcsöhatásokkal fogunk elsősorban foglalkozni. Ugye alapvető kölcsöhatás a mechanizmus, amivel a részecskék egymásra kölcsöhatást gyakorolnak, és más, egyéb kölcsöhatással azok nem magyarázhatók. Ugye ehhez szorosan kapcsolódóan meg kell ismerkednünk az úgynevezett elemi részecskékkel. Az elemi részecskék bemutatására pedig tökéletes lesz az úgynevezett standard modell. Hiszen ez a standard modell az lényegében az elemi részecskéknek úgymond a periódusos rendszere. Meg fogjuk nézni, hogy a négy alapvető kölcsönhatás közül melyik az, amelyet már az elméleti fizikusoknak sikerült egyesíteni, és milyen egyéb egyesítési lehetőségek állnak még előttük. Ennek kapcsán tehát beszélni fogunk az úgynevezett szimetriákról is, de beszélni fogunk magáról a Big Bang pillanatáról, és hogy onnan hogyan jutottunk el az univerzum jelen állapotáig de emellett megnézzük, hogy milyen lehetséges kimenetelek várnak még a mi univerzumunkra. Sőt, azt is megnézzük, hogy mi lehetett a Big Bang előtt. Ugye ezen a ponton jogosan merül fel a kérdés, hogy engem személy szerint mi motivált arra, hogy elkészítsem ezt a videópárost. Na most magam részéről úgy vagyok, hogy mindig is érdekelt a nagyobb kép. Tehát az olyan fundamentális kérdésekre való válasz, ha lehet ilyet kérdezni, hogy miért vagyunk itt, honnan jöttünk, hova tartunk. És ugye ezeknek a megválaszolásához természetesen az elméleti fizika világába is picikét el kellett, hogy merüljek. Végül pedig arról, hogy kinek ajánljuk, és kinek kevésbé ajánljuk a videót. Hogyha valaki az elméleti fizikában járatos, alapos ismeretei vannak, ne talántán maga is fizikus, és úgymond egy szárazabb betonbiztos matematikai alapokon nyugvó bizonyításos anyagot szeretne, neki kevésbé tudjuk ajánlani. Viszont azoknak, akik most ismerkednek meg az elméleti fizika ezen területével, nekik viszont mindenképpen tudjuk ajánlani. Úgyhogy, ha tetszett a videó, dobjatok egy lájkot, tartsatok velünk legközelebb is. Köszönjük, hogy itt voltatok. Sziasztok!